9 csíkszeredai képzőművész hozta létre a Stúdió 9 néven ismert csoportosulást. Már több mint 7 éve állítanak ki együtt, minden évben elviszik a csoportos kiállítás anyagát több erdélyi városba és Magyarországra is. Kolozsváron most mutatkoztak be először, és közel 2 hétig láthatók a munkák a Minerva Ház Csígyi Meséva termében, ahol Tibori Szabó Zoltán és Zakariás Ágota köszöntötte az érdeklődőket. Kolozsvári Minerva Egyesület Csígyi Meséva termében állít ki a csíkszeredai Stúdió 9 képzőművészeti csoport. A csoportosulás 7 évvel ezelőtt jött létre, és azóta a Székelyföldön kívül is ismerté vált. Vándorkiállításaival az ország más városait is felkeresi, Magyarországon is bemutatkozott már. A 9 művész legfrissebb munkáiból válogatott, ezt láthatják az érdeklődők Kolozsváron május 15-éig. A kiállító művészek Bara Barnabás, Botár László, Gergely Zoltán, Mezei Ildikó, Nagy Ödön, Szabó Árpád, Turca László, Váncsa Mónika és Szántusz Géza. A Studio 9 csoportnak ez az első kolozsvári tárlata, és azért egyféleképp így ahogy ebben a formában nem is voltunk még itt Kolozsváron. Reméljük, hogy már még lesz alkalmunk bemutatni a munkáinkat. Mit mondhatna el röviden azokról a szobrokról, amelyeket ön hozott el erre a kiállításra? Hát a nagy részt fából készülnek, de én nem véletlenül szeretném kombinálni a fát, a fémet és a követ. Én erre kitaláltam egy kis mesét, én most nem szeretném elmondani, mert akkor lelőném a poént. De nagyon szépen kérem erre, mert éppen ami mellett állunk, az történetesen kombinálja ezt a három anyagot, legalábbis ahogy én észreveszem. Így van, akkor csak annyit árulnék el, hogy az anyagszerűsége féleképpen a léten belüli három rétegződés, vagyis a test, szellem és lélek, jelleg, ezt az összetettségét szerettem volna utalni az anyagszerűségével, és pedig persze egyértelmű, hogy akkor a fa az a testiség, az organikus, a fém az, ami nyújtható, ami újraalakítható, az a szellem, az emberi termék, úgymond, az a ráció, és akkor még van fölötte még valami, ami igazából a cím szerint az a fejfedő. Tulajdonképpen az egyik kezdeményezője voltam ennek a csoportosulásnak a létrehozásánál. Most Kolozsvárra 5 képet hoztam, mert 5 olajképet vászonra festve, amelyikek egy része már ki volt Nagyváradon állítva az év végén, és van olyan is, amelyik kimondottan erre a kiállításra készült. Hát, hogyha végignézzük ezeket a festményeket, akkor gyakorlatilag az az érzésem a tekintőnek, hogy egy sorozatról van szó. Vannak ismétlődő témák, azt látjuk, hogy nagyon sok ember küzd valamiért ezeken a festményeken. Miért küzdenek ezek az emberek? Hát valóban igaz, hogy szinte azt lehetne mondani, hogy a sorozat, és én inkább kiegészíteném, hogy kvázi egy képet festek mindvégig. Én egy többdimenzionális világot szeretnék megjeleníteni, ugyanis az általunk ismert ismereteink szerint háromdimenzionális világban élünk, és én a képeimben ezen túlmenően egy x-edik dimenziót, vagy negyedik dimenziót, függetlenül, hogy ezt hogy fogalmazzuk meg, azt szeretném ábrázolni, amikor a figurák, formák átmennek egymáson, és annélkül, hogy a formai világokat elveszítenék. Itt a kiállított képek között van többek között az alagút, amely ugyancsak figurák forgataga, egy túlvilág fele, egy általunk ismeretlen világ fele megy, egy úgymond transzcendentális világ fele. Térjünk vissza a Stúdió 9-es csoporthoz, említette, hogy ön volt az egyik kezdeményező. Miért érzi szükségét ennek a csoportosulásnak? Mi a célja ennek a csoportosulásnak? Miért jó az, hogy együtt vannak, és nem külön-külön? Hát együtt azért reprezentatívabb kiállításokat lehet rendezni, mint egyéni farkasként, és az volt a motiváció, hogy ezzel egy részben ösztönözzük is önmagunkat, hogy évente új és új munkákat készítünk, és ezeket elvisszük különböző helységekben, és ott kiállítjuk. Hogyan áll össze gyakorlatilag például az itt látható kiállításnak az anyaga? A válasz meglepő lesz, véletlenszerűen. Tehát
Mindenki olyan munkát hoz, amit alá mer írni. Mert ha aláírta, az képvisel egy értéket. És ennyi. Nagyon egyszerű, nem kell körülfilozófálni, mindenki saját döntése szerint hozza a munkát. Mi tudjuk, hogy ki kb. Milyen stílusban dolgozik, ettől sok színű, tehát nem a stílus közösség, nem a koncepció köt össze minket, hanem képesek vagyunk előállítani egy évbe 3-4-5 munkát, amit vándoroltatunk egy évig. Ennyi. Egyszerű. Egyébként, hogyha külön-külön megnézzük a művészeket, akkor az látható, hogy gyakorlatilag mindenkinek van egy centrális témája. Mindenkit foglalkoztat valami, és azt próbálja különböző megközelítésekben megoldani. Nagyon-nagyon különbözőek ezek a témák, mégis egyé áll össze a kiállítás, és ez a fantasztikus benne. Van egy olyan dolog, hogy kiállításrendezésnek a művészete. Tehát nagyon heterogén anyagot is lehet úgy tálalni, hogy egységes legyen. Tehát ez az alkotáson túlmegy. Alkalmazkodik a teremhez, a terem adottságaihoz. Ott improvizálni kell. Például most nem tudtam, hogy ki mit hoz, mert én gyűjtöttem össze az anyagot. Itt kiraktuk, és ez lett belőle. Cserégettük a falakon, addig, amíg egy koherens valami, egy vállalható, egy tartással rendelkező kiállítást tudunk a közönség elé bocsátani. A kiállítás következő helyszíne május 30-án Dunaharaszti lesz, majd június-július hónap folyamán Csíkszeredában állítanak ki a művészek.